Hello, hello, szia, csoda szét tapot bármikor is nézed ezt a videót. Na hát a mai nap folytatjuk tovább az airdrop sorozatunkat, egy újabb, nagyon ingyenc Erdoppal jövünk, amivel jó eséllyel több ezer dollárt tudsz csinálni, pár egyszerű feladat végrehajtásával. Én nekem Miklós vagyok a Kriptományztól, elhozom neked a legfrissebb kriptóhíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, és mostanában sorozatban az airdropokat. Szóval, és ezt mindezt azért tesszük, hogy edukáljunk téged az internet és a pénz evolúciónak a következő szintjéről, ami nem más, mint a kriptovaluták. Kérek egy kövér lájkot, azaz sok-sok szeretettel nyom meg a kérlek a gombot, ezzel segíted a csatornát, hogy minél több embernek mutassa meg ezt a videót, úgyhogy fontos a lájk, like, mert minél többen vagyunk a kriptoban, annál jobb, jobbat teszünk az emberiséggel, és ugye annál több ember élvezheti az előnyöket, és valójában ugye annál inkább fölmennek az árak, mivel egységnyi kripton osztozunk egyre többen, és persze nyom meg a feliratkozás gombot és a harangocskánál az összeset, mert mint például ezek az airdrop videók, ezek igenis időérzékenyek. Na de vágjunk is bele, ugye el kell, hogy mondjam, ami itt elhangzik a csatornán, illetve bármilyen egyéb csatornáinkon, fórumainkon, az nem tekinthető sem pénzügyi, sem befektetési tanácsadásnak, ez kizárólag edukálási és oktatási célt szolgál. Mindig tedd meg a saját kutatásodat, és ne csak utas után egy adott kriptoeszköznek, projektnek, hanem mérd fel a saját anyagi helyzetedet, és a kripton belül számos befektetési lehetőség van, befektetési forma, és a saját pénzügyi lehetőségeidet és a befektetések különböző kockázat kezelését, vagy akár a kockázat vállalását, azt mérlegeld, és ugye mindig vállalod a döntéseidért a felelősséget. Szóval a mai témánk airdroppok, -ok, és ugye mielőtt tovább megyünk, fontos, hogy látogass el és nézd meg a korábbi airdrop videókat, itt a YouTube-on, ugye CryptoMinds YouTube-ján, ugye CryptoMinds, így írjuk angolosan CryptoMinds, Egyébként ez magyarul annyit jelent, hogy fejek, de az a hülye hangzik, hogy inkább kriptomájc. Szóval, amit itt érdemes megnézned, egyrészt kikerült a Dézilől egy update, elképesztő profitot produkál a Forex és a kripto trading is, de ami fontos, itt van Airdrop videó, negyedik rész Metamask. A Metamask Airdrop még idénre várható, és ez lesz az idei év, vagy akár az elmúlt egy-két év leg legbőségesebb erdopja, úgyhogy feltétlenül néz meg. Optimizmnek van egy második erdopja, amit érdemes végig csinálni. Szép már lezárult, és hogyha leépig görgetsz, akkor itt a az Arbitrum Sui Network erdopját, ezt is mindenképpen érdemes végigvinni. Illetve hogy egyéb, egyéb felületeken, például a pto ugye megosztottuk az e ik erdopot is, és ide is majd készül egy IK-szinkes e videó. Super, megyünk is tovább, és akkor íme a leírásban meg fogod találni a Patreon csatornánk linkjét. Egyrészt, hogy itt ki tudod fejezni a napi videókért a köszönetet, másrészt a CryptoMinds próban rengeteg hasznos tartalmat találsz. Például itt minden airdropról megosztunk úgynevezett lépésről lépésre, videókat, ami kicsit nyögbennyelősebb, mint ugye most, amit ide a YouTube-ra készítünk, mert akkor klikkelem én is végig, akkor megyünk mindenem végig, és ugye jó párszor van elakadás, megoldandó feladat, meg kell állni, és meg kell oldani, hogyha jön egy kihívás, úgyhogy ha van már egy alapképzettséged a kriptoba, akkor végig fogod tudni csinálni ezen videó alapján is, ha még nincs, akkor feltétlenül gyere a Kriptományz Pro-ba, a Patreonra, és itt találsz ugye egyéb fundamentális elemzéseket, különböző piaci kitekintések, technikai elemzések, trade -ok, hogy milyen koinokkal milyen trédeket indítunk, valamint ugye launchpadek, új projektek, DeFi, staking. A leírásban még megtalálod a, 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 webinárunkat, a gratis webinárunk linkjét a cryptoworldmester.com webinár oldalon. A gratis webinár az egy ingyenes webinár, december 15-én fogjuk tartani a gratis webinárt, ha minden igaz, akkor december 15 csütörtök, igen, úgyhogy feltétlenül gyere, várunk szeretettel, beszélünk a pénz történetéről, egészen az aranytól a bitcoinig, valamint az internet tovább fejlődéséről, a Web3-ról, az NFT-kről, úgyhogy amit tegyél, e-mail cím és akár a beceneveddel iratkozz fel, és ezáltal ugye a gratis webinár zoom linkjét megkapod, és egyéb érdekes híreket is időnként. Jó, akkor menjünk tovább. Még ugye fontos az, hogy van egy Twitter fiók, amit érdemes követni, ez nem más, mint a Twitteren a kukac Miklós Denkler, ez az én fiókom, amit rengeteg érdekességet osztok meg, elemzéseket, különböző tré... trading lehetőségeket, on-chain csártokat, illetve az airdropokról is folyamatosan itt posztolok, úgyhogy gyere, és a Twitterre is érdemes feliratkoznod és követned. Super, akkor nézzük is, hogy mit fogunk ma csinálni. A mai airdropunk az kb. Ilyen 2000 dollárra kecsegtet, de ugye erre is érvényes az, hogy érdemes minél több címmel végigcsinálni ugyanezt. Ugye kell hozzá majd egy Metamask pénztárca, illetve csinálunk egy másik pénztárcát, és minél több címmel teszed ezt meg, annál jobban növeled az esélyedet. Egyébként visszacsatolnék egy picit a Metamask airdrophoz, ugye, amit a YouTube-on is megtalálsz, a közben jöttek olyan hírek, hogy mivel a Metamask gyűjti az IP címeket, ha valaki ugyanarról az IP címről csinál akár több valetet, akkor van szó, hogy nem fogja az összes valetet megkapni, úgyhogy érdemes használni a különböző VPN-eket, mi a Nord NordVPN-t használjuk, úgyhogy most éppen átmegyek Amsterdamba, iszunk ott egy sört, és a körben nézzünk, hogy mi a helyzet ott, és onnan fogunk bejelentkezni a NordVPN-nek a linkjét is, megtalálod a leírásba. Ez egy elengedhetetlen eszköz a kriptoba, hogy a maga az, amit csinálsz az interneten, meg ami a kriptoban, az ne legyen látható kéretlen szemek, akár hackerek, vagy akár más részére, úgyhogy feltétlenül használd, és ugye a Metamask kapcsán is plusz előnyökkel jár. Na nézzük a Layer Zero, hogy miről is van szó. Ezt igazából egy 5-10 dollárral el tudjuk végezni, ami itt elvégzendő. Ugye hivatalosan nem hirdettek airdrop programot, de ugye mint a legtöbb olyan protokoll, blokklánc, akár decentralizált applikáció, illetve bármilyen kriptoban használatos applikáció, ami piacra megy, mostanában ugye úgy megy piacra, hogy elkészült a termék, használható a szoftver, és akár a testnet, akár pedig az éles mainnet, azaz a főhálózat használta közben, különböző tevékenységeket ők naplózzák, mérik, egyszer csak csinálnak egy screenshotot, amiből meg tudják nézni, hogy ki mennyit és milyen tranzakciókat végzett, és azt mondják, hogy akkor különböző paraméterek szerint mi ennyi tokent adunk neked, és a ZRO token lesz az, amit a Layer Zero fog adni. Egyébként a Layer Zero nem más, mint egy átjárhatósági protokoll, egy cross-chain applikáció, ugye a többi blokklánc közül, és ebben speciálisan ugye az EVM, azaz Ethereum Virtual Machine kompatibilis láncok, akik befektettek 135 millió dollárt, Sequoia Capital, FTX Ventures, aki ugye már nem létezik, Andresen Horowitz, nagy VC, Silicon Valley-ből, Combase Venture, PayPal, Tiger Global és Uniswap Labs, úgyhogy itt ugye le van írva, hogy mire kell figyelnünk, de ezt meg fogom neked mutatni egy másik fájlból is, amit ugye itt fogunk megnyitni. Jó. Nézzük, hogy itt mit is fogunk csinálni. Először bridgeket fogunk használni, ez az első három feladat illetve a jóformán a negyediknek egy része is. Arról szól, hogy bridge-elünk azaz egyéb blokkláncokról átviszünk kriptoeszközöket egy másik blokkláncra, és különböző bridge-eket használunk. Ugye ezt használtuk most a Metamasknál, illetve az előző Arbitram és egyéb Zikészink adropok kapcsán is. Úgyhogy először ezt fogjuk megnézni, Ezen, ezeknek a linkje itt lesz a leírásban, csak rákattintasz, és tudod csinálni. Szóval, elérkezünk ide, ez az első bridge-ünk, Ami fontos, úgy itt a görli hálózaton fogunk, a görli testneten fogunk ügyködni, hogyha a metamaskban mindenképpen ad hozzá a görli testnetet, hogyha nem tudod, hogy kell, akkor nézd meg az előző videókat, mert ott a chainlist.org chainlist ról megmutattam, hogyan lehet hozzáadni, illetve lehet, hogy megmutatom mindjárt, az a nélkül, hogy itt van rengeteg hálózat, és egyébként, igen, jó, Oké, okay. Patreon már nem kell, mert ezt megmutattam. Ugye a Patreonon posztjuk a lépésről a lépésre videókat, de a chainlist.org-ot meg tudjuk nyitni, és hozzá tudunk adni különböző hálózatokat. Például beírjuk, hogy legyenek benne a tesznetek is, és mondjuk szeretnénk a, a görlivel dolgozni. Ugye azt még elmondom, hogy közben, amíg ugye dolgozik a, a, a rendszer, hogy én az ilyen jellegű airdropokra, tesztvaleteket használok, amit nem a Ledger-es, meg azon nem tartok nagyobb összeget, mert ugye bármelyik applikációval bármi történet, lehet vele bug, lehet akár rossz indulató is, viszont érdemes erre egy tesztpénztárcát létrehozni és azt használni, meg ugye azban számos más pénztárcát létre tudsz hozni. Erre egyébként a leginkább alkalmatos dolog, hogyha ezeket nem tudod, hogy miről beszélek, akkor az, hogy ellátogatsz a leírásban lévő CryptoMinds oktatásokra, ami elvisz téged el a CryptoWorldMaster platformra, ahol ugye be tudsz ingyenesen regisztrálni és rengeteg hasznos tartalmat találsz, és a tanfolyamok fül alatt a CryptoMinds-ban a különböző kripto oktatásokat. Itt van a CryptoBasic Plus tanfolyam, ebben az összes exchange és összes wallet, biztonsági beállításai és az, hogy hogyan adjunk hozzá hálózatokat, mind benne van. Persze van haladó fullunk, és van profullunk. Egyébként most van egy karácsony előtti akció, aki a haladó fullba jön, ő 10% kap kriptoba, aki a profullba jön, ő szerintem 17%-ot fog kapni kesbekben, azaz a csomag árát megkapja, megkap, megkapod vissza a kriptoeszközben azt a kriptoeszközt egyébként be tudod farmolni, stékelni, és jó eséllyel vissza fogod keresni az egész tréning árát, akár a proful árát egy év alatt. Ha rámész a tartalomjegyzékre, akkor látod, hogy miről lesz szó. Itt a valetek, pénztárcák, befektetés kriptoba, platformok, tőzsdék, itt lesz az összes olyan dolog, ami kvázi ahhoz kell, hogy akár az erdopokon végig tudj menni, ha még nem vagy ebben magabiztos. Viszont ugye, ha megyünk tovább a hadóra, az összes Dexet, decentralizált tőzsdét taglaljuk, blokklánc explorereket, alaptechnikai elemzéseket is majd jönnek a részletes technikai elemzések, pozíciókezelés, tőkátételes kereskedés és DeFi-ból még több, launchpadek és NFT-k. Jó, ezeket nézd végig, élj a karácsonyi akcióval, ajándékozz meg magad, tudod, hogy a tanulásba fektetett pénz, a legjobb befektetés, az fog legjobban megtérülni. Szóval akkor ellátogattunk a görli hálózatot, ugye hozzáadjuk itt a Metamaskhoz, nekem már hozzá van adva, és ugye figyelünk arra, hogy akkor görli testnet Networkre váltsunk át, és megérkeztünk ide <coughs> erre a Layer Zero Network Bridge oldalra. Itt, amit ugye tennünk kell, hogy először is kérünk USDC-t, itt van egy Fossett USDC, ugye nekem ez már itt meg volt előbb nyitva, be fogjuk ide másolni a címünket, amit ugye innen tudsz bemásolni, rányomsz ilyenkor a másolás gombra, és Ethereum láncon fogunk jelenleg kérni erre a címre. Annyit fognak kérni, hogy twitteljük, ezért is kell, hogy legyen twittered, értem ha erre rámész, hogy twitteled, akkor ugye meg fog nyitódni egy új ablakba egy tweet, bejelentkezel a Twitteredbe, megosztod ezt a linket, és ugye a falóra is rá kell menni, hogy be tud őket követni. Ezt a tweetet, amit itt földob a rendszer, ezt meg fogod osztani. Én ugye másik fiókból osztottam meg. És ugye a tweetnek a linkjét kell majd bemásolni, és beigszelni, hogy ember vagyok. És hogyha ez megtörtént, akkor nézzük azért kitvittelem, mert hát akkor kapok megint újabb adagot. Menjünk ide, Twitter megosztom. Remélem, hogy a videó felvétel rendben megy. Super, igen. Jó, itt a tweet. Ezt megosztom. Hoppá, ezt már mondtad, ugye akkor ezt már megosztottam, úgyhogy cseles a rendszer, úgyhogy észrevett, hogy én ezt már megosztottam. Nem akar kétszer engedni, viszont akkor nézzük, hol ez a tweet. Itt van. Kimásolom újra ugye hivatkozás másolása, bekövetem ezt a USDC Patron nevű oldalt, ez fontos, hogy be legyen követve, és akkor ugye itt behelyezem a dolgokat, ez a vitnek az URL-je, URL hogy ember vagyok, előbb hananászokat kellett x amikor a patreon készült a videó, most viharfelhőket kell x -elni. nem tudom melyik között mi a különbség, de érdekes, Ennyire viharos az időjárás, ez talán nem jó, mert az napos idő, úgyhogy ilyenkor te tanítod a számítógépet, ez semmi másról nem szól egyébként. Igen, mm -hmm. legalább 10 perce kell, hogy a tweet megtörténjen, ugye most engem nem engeded, de ha te most fogod csinálni, téged engedni fog, és utána meg fog jelenni uh, x darab USDC itt, és ugye uh, nekem... Uh, itt már volt 10 USDC-m, azt már itt eljátszottam, viszont neked itt meg fog jelenni 10 USDC-t fogsz kapni. Nézzük meg a Fosset ETH-t, hogy ezt is érdemes használni, ez a Görli fosset fog téged elvinni, ami így néz ki, és ugye itt ETH-t fogunk igényelni a Görli testnetre, ugye most nem másról van szó, mint USDC-t, és ETH-t igényeltünk a Görli Tesnetre. Ezek nem valós pénzek, viszont az, hogy itt a teszneten tudjál vele ügyködni, ahhoz tökéletes. Ugyanúgy a címet ide be kell másolnunk, be is másoljuk. Igen, Alchemit, ez az Alchemy-ben egyébként be kell regisztrálni, én most be vagyok léve, de itt, amikor elkezded, akkor itt lesz egy regisztráció, és regisztrálj be. Küldje nekem eth lehet, hogy mi már ma kértem, ezért ugye 24 órán belül nem lehet, de neked engedni fogja, és akkor lesz végre itt a görli uh, eth ETHD és USDC, és itt a Layer Zero Network Bridge-en meg fog jelenni egy egyenleg, amire rá fogsz nyomogatni, hogy max. max rá fogsz nyomogatni, hogy max. Nekem ugye nincs jelenleg a viszont ha neked ugye mindenképpen lesz, és utána itt az lesz szerintem, hogy transfer, vagy nem tudom pontosan már mit ír ki, de azt fog világítani, hogy transfer, rányomsz, és akkor kvázi meg volt ez a bridge a Görli Tesznettől a Fujira átvitted. Most a Fujiról nézzük meg, hogy a Fuji nekem mi van. A Fujin van egyébként Tesznett tokenem, akkor vissza kéne szfappolnom, de azó ahhoz nincs elég gáz. Fujin rendszeren nincsen gázom, úgyhogy akkor egyelőre ezt megszívtam, de semmi baj. Elég, ha te csak ezt oda, oda csinálod meg, és a Görli tesznetől a Fujira fogja alapban ezt megadni és itt transfer vagy bridge fog világítani. Oké, akkor nézzük a következőt, ami egy kicsit izgalmasabb lesz. Itt már nem feltétlenül gördi testnetben fogunk ügyködni, hanem más hálózatokat is fogunk használni. Például itt az Aptos, ugye ez egy Aptos Bridge Layer Zero és Aptos Bridge, a Pontem Network, amit használunk. Fontos az, hogy itt mielőtt ugye most disconnecterek a Connectnél itt lesz egy connect pontem. Most amikor te erre rámész, itt még neked nem connect lesz, csak az, hogy pontem valet, úgyhogy el fogsz menni, és a pontem valetet meg fogja nyitni itt egy linkre, ha itt rákattintasz, és a pontem valetet letöltöd, mint egy bővítmény, ennek a linkjét szerintem be fogom tenni majd a leírásba, és a, amikor a Pontem valettal megvagy, ugye felírod a jelszódat, felírod papírra 12 szódat, ezzel ugye megvan a valetnak a recovery, azaz bármikor helyre tudod állítani, viszont ez fehér papír, a kék tollal írod le, hogy biztonságban legyen, úgyhogy így hozzáadod valójában az Aptos network és egy ponten valetet csináltál. Én most ugye hozzácsatlakozok az Aptos network is, ami ugye itt egyébként elérhető, ide betette nekem, itt van ponten valet, úgyhogy welcome back, most ugye akkor gyorsan belépek, Oké, okay. ben is vagyok, van egy kis aptoszom, hurrá! A másik, hogy hozzá csatlakozok, ugye Connected, a metamask és most mind a két valettal hozzá vagyok csatlakoztatva. Értem szerint a hálózatot majd ki kell választanom, jelenleg Görlin vagyok, de valószínű, hogy itt például Arbitrammal fogok már ügyködni. <kül> Jó, oké, okay. visszatérve ide, Młośćáról látjuk, hogy nézzük meg, hát eteromot fogunk ügyködni mégiscsak. Menjünk eterom hálózatra. Eteromon van 0,08 eterom, akkor lehet, hogy itt egy bridget az élesben végigcsinálunk. Jó, eterom top Aptos. Jó, akkor eteromot szeretnék átvinni. Eterom hálózatról Aptosra. Nézzük meg, hogy mennyi a maximum, ugye nem írja ki a teljes maximum 0,08, mondjuk vigyünk át 0,04-et. Ilyenkor érdemes ellátogatnunk és megnézni, hogy mennyi a gázár, ha nagyon magas, akkor most ezt nem fogom megcsinálni, mert többbe kerül a hús, mint a leves, ezt egyébként jobb, hogyha este csinálod, vagy mondjuk reggel csinálod, délelőtt csinálod, vagy hétvégén csinálod, mert akkor nem olyan magas a gázár, jelenleg 45 GB, úgyhogy most nem fogom megcsinálni, mert ez valós pénzbe kerül, már itt már nem játék Test tokenekkel csinálunk, de át tudod vinni Ethereumról Aptosra, illetve nézzük meg, hogy nekem van-e más euh, Arbitramon is van egy pici Ethereumom, euh, van BNB chain is egy pici Ethereumom, akkor például vigyünk át a BNB chain az Aptosra, euh, és, jó, ja, bocsánat, USDT-n van. Jó, a BNB chain vigyünk át az Aptosra USDT-t. 4 USDT-t fogunk átvinni, Nincs hozzá elég gáz, azaz nincs a tárcámon BNB. Jó, most nem húzom vele az időt, küldök rá mindjárt BNB-t, és folytatjuk. Szóval megérkezett egy kis BNB, remélem ennyi elég lesz. Visszatérünk, ilyenkor nem nyomunk egy frissítés gombot, mert úgy látom hogy ezek a, a teszt applikációk még nem frissítenek egyenleget, úgyhogy BNB chainről USDT-t küldenénk, aptosra USDT-re, azaz, át fogunk vinni egyik blokkláncról, a másikra USDT-t és vigyük át a Maxot, transferra megyünk. Igen, először ugye regisztrálja a tokent, hogy mit kívánunk mozgatni, jóvá hagyjuk. Benyújtottuk a tranzakciót, approving transaction, ez lesz a következő, most ugye jóvá hagyjuk. és valószínűleg ez lehet, hogy pár percet igénybe fog venni, ha bár a BNB-ről szerintem gyorsabban át fog érni, mint hogyha vittük volna, de hogyha van arbitramod, mert például végigcsináltad az arbitramos a airdropot is, akkor valószínűleg, hogy van arbitramod, és akkor igazából arbitramról is át tudsz vinni különböző eszközöket az Aptox blokkláncra, úgyhogy jóvá hagytuk, még nem tudom miért pörög itt ez, de elvileg jóvá van vagy van Confirm in akkor még egy konfirmációt fog kérni. Igen, itt elment a kis konfirmáló ablakunk, de mindjárt itt lesz, és konfirmáljuk. Jó, meg is van. Submitting most benyújtja. Úgyhogy most benyújtja a tranzakciót, ugye három lépéssel konfirmáltunk, és megtörtént, azaz átért az Aptosra, és itt látjuk, hogy itt van négy dollárnyi, négy, itt van négy e -e egység USDT, hogyha most ezt megfordítom, és az aptoszról maxot küldjünk, akkor itt van. Úgyhogy megtörtént, illetve még történik, folyamatban van. Itt ennyi a tendő, Annyi, hogy valószínű, ugye, hogy nincs elég gázunk aptoszra, ez teljesen rendben van, viszont itt szerintem ki fog érni neked, hogy klém aptosz, vagy klém valami, klém, claim, ugye C-vel, klém, cla -claim, claim. akkor arra nyomjál rá, ha kiírja, hogy klém, nekem nem írta ki, de ezt akkor várjuk meg még a hogy itt mennyi másodperc van még hátra. Ami fontos, hogyha visszatérünk ugye ide, ezeket a feladatokat érdemes több címmel is elvégezni. Több címmel is, ugye most vagyunk a másodiknál, a Bridge Liquid swap több címmel is elvégez, mert annál jobban növeled az esélyedet, esély és ez mindegyikre igaz, mint ahogy elmondtam a Metamasknál, használjuk ugye a NordVPN-t, leírásban megtalálod a linkjét, szerintem karácsonyra biztos ott is lesznek nagy akciók, úgyhogy érdemes használni. És ugye a jelenlegi feladatokban úgy látom azt díjazzák leginkább, hogy különböző bridge között swapolunk, de valószínű, hogy az is díjazva lesz, hogyha mondjuk egyik címedről, innen mondjuk erről a címről, azt mondod, hogy küldjünk értemszerűen akkor mondjuk a bármilyen másik címre, például az Aptos hálózaton belül, a, igen, itt, Pontem Aptos valet létrehozom még egy valetet, és a címek között, hogy itt tudsz létrehozni új címeket, hogy Create ökant, és a címek között fogsz átküldözgetni, ugyanúgy, mint itt a Metamasknál is, hogy egyik címről át tudsz küldeni másik címre, és e, e, például például Arbitramon ezt csinálod, akkor az jó az Arbitram eldrobban belejátszik. Finishing, úgyhogy ez megtörténik, e, még e, talán visszanézünk majd, de más tehetünk ezzel nincs, úgyhogy akkor ez sikeres volt ez a tranzakció. A következő egy másik bridge lesz, ez a theaptosbridge.com, ezt is megtalálod ugye itt a, a leírásban, és jelenleg ugye itt is konnekterünk mind az Aptos Wallettal, uh, claimable tokens, itt a claimable tokens re menjél rá, mert akkor tudunk uh, egy kis uh, uh, tudunk egy kis uh, összeget klémelni, úgyhogy ezt jelenleg claimeljük, így meg fogjuk kapni 0,03 frappolt etermot fogunk megkapni az Aptos bloklácra. Ennek kifejezetten örülünk. Eddig ezt nem, nem tűnt fel, hogy ott van, minden esetre most ott volt. Jó, ugye itt is a transfernak hívják, hogy bridge egyikről a másikra. A BNB-ről most nem tudunk, mert ugye azt már csináltuk, viszont szerintem ez meg is történt. Igen, mert revett az egyenlegünket, ha jól látom. Oké, okay. szerintem ez megtörtént. Akkor viszont nézzünk egy másik hálózatot, például az Arbitramról vigyünk most át valamit, lehet, hogy ott még van egy kis egyenleg, és akkor nézzük. Arbitramon vagyunk a MetaMath-ban, ez ki is írja itt, az Aptoson, meg úgy Aptosban vagyunk, az Aptos címünk más, viszont hozzáadta, és ugye itt látjuk a különböző címeket, és ugye itt konnektelni kell, ha nem lennék konnektelve, akkor nyom rá mindegyiknél a connect-re. Jó, Jelenleg BNB chain van kiválasztva, az nem jó nekünk, mert, ab, mert Arbitramon van egy kis összegünk, azt szeretnénk használni, úgyhogy Arbitram hálózaton van eteromunk, elvileg ennyi, most akkor küldjük át ennek mondjuk a felét Aptosra transfer, konfirmálnunk kell, oké, okay, benyújtjuk, megtörtént, szuper. Akkor megyünk tovább ide a Stargate Finance-ra, itt ugye a Stargate Finance-nak a saját tokennyit kell használnunk, amit mindjárt mondom, hogy pontosan micsoda. Igen, itt van, Beíród ide, hogy Stargate Finance vagy STG, megtalálod a tokent, ugye itt, itt mindig itt találjuk meg a tokennek a különböző hálózatokon lévő címeit, amivel akár interaktálni akarunk, illetve a market alatt megtaláljuk, hogy milyen tőzsdén, decentralizált tőzsdén lehet megvenni, mert ezt meg kell vennünk. Vagy megveszed a Trader John, vagy, és az avalancsol lesz, vagy megveszed Optimizmen, Uniswap-on, vagy például ugye ethereum is meg tudod venni, vagy Uniswap-on Én az, a, Uniswap Arbitramot részesítem előnybe, úgyhogy jelenleg akkor annyit csinálunk, hogy elmegyünk a uniswap -ra és ott ö, hozzáadjuk a címet, ugye ez is a, benne van egyébként a tananyagban, hogy hogyan adunk hozzá a tokeneket a, a Uniswaphoz, mm, úgyhogy, illetve ez benne van a Patreonos videóban is a lépésről lépésre, bár úgy nézem ez is egész lépésről lépésre sikeredett. Ugye itt fontos, hogy arbitran blokkláncon legyünk, és jelenleg, ezt az STG, ugye az volt STG, Stargate Finance, ezt a tokent fogjuk használni, ezt már hozzáadtam, és ugye mondjuk ethereum akarunk küldözgetni, Arbitram láncom, hozzá vagyunk csatlakozva a valethez, viszont nincs egyenlegünk, az hogy lehet. Jó, Arbitramon mégiscsak van egy kis egyenlegünk, úgyhogy... <laughs> Entronomant, Arbitram Token Bridge... Uh -huh. Jó, akkor mutatok egy trükköt, mert nem, nem tudom, hogy jó token van a hozzáadva, de nézzük meg, hogy például Arbitramon. Eee. jó. Stargate token, így hívják. ugye bejutod az egyenleget, igazából ha veszel, veszel, veszel mondjuk 3-4 STG tokent, az már bőven elég lesz, ezt meg tudod venni, és ugye utána visszaérkezel a Stargate Finance-ra, és itt is végzel egy transfert, egyébként itt ugyanúgy tudunk végezni transfert, mint ahogy előbb végeztünk, és kiválasztott, hogy most Ethereum-ot akarsz küldeni, Ethereum láncon, Binance Smart akarsz küldeni, USDT-t, nem tudom, szeretnéd küldeni Arbitramra USDT-t, vagy oda-vissza, és nézzük meg, hogy itt van-e, már nincs USDT, mert ugye előbb ezt küldtük. Arbitramon, ja igen, nem, nem, vagyunk csatlakozva, hogy nem látja az egyenlegünket. Jó, egy gyors vapot itt azért csinálunk, de egyébként ezt legalább ilyen 2-3 dollárral csinált, most ugye én azért csinálom, csak hogy itt szemléltessünk, de egyébként teljesen rendben van így, és ugye ami fontos lesz, hogy megvetted a a ugye most befejezi a tranzakciót, ezt nem fogjuk megvárni. Arbitrum egyébként nagyon gyors és nagyon olcsó, úgyhogy nagyon szeretem és feltétlenül nézd meg az Arbitrum e, Arbitrum videót, amit megtalálsz ugye a Youtube-on. Itt a lejjebb lapozol, akkor itt van az első rész, ez az arbitramos Oké, okay. jó. Ami a fontos, hogy utána például elmész, és a megnézed, hogy mik az elérhető púlok, és teszel a pulba. vagy eteromot teszel, itt ír, hogy milyen hálózaton tudod, vagy USDT-t, én USDT-t tettem. Ugyanúgy elmész a farmba, farm megnézed, hogy milyen farmok az elérhetőek, jelenleg USDT farm van, csak akkor teszel bele USDT-t, Arbitram hálózatom. Jó, megnézzük, hogy a stékben mi a lehetőség. ugye, ugye itt a megvásárolt estégét tokennel fogunk stékelni, megnézzük, hogy milyenek az elérhető stékelési lehetőségek. Jelenleg mást itt nem doföl, föl, el ugye kell, hogy legyen stg viszont kírja, hogy én stg stékelek. Ugye itt tettem bele sték, és betettem a maximális összeget, most még valamennyit hozzá tudok tenni, de egyébként két hónap, itt hát legalább egy hónapot kell megadni, én két hónapot adtam meg, Egyébként ezzel a VSTG-t fogjuk megkeresni, és a VSTG-vel fogunk tudni a governance rendszerben szavazni, ami ugyanúgy része ennek az egész dolognak. Lehet, hogy ez most így összevisszaságnak hangzik, úgyhogy akkor a legjobb az, hogyha ténylegesen elvégzed a kriptománcos tanfolyamokat, illetve össze a és ott a step-by-step step lépésről lépésre dolgokat megnézed. Jó, ha ez megtörtént, stékeltünk STG tokent a arbitramon, besztékeltünk, akkor úgy innentől a VSTG-tokent fogjuk kapni rewardba, és van egy voting powerunk úgyhogy ez a voting power ez itt lesz majd nagyon hasznos, ahol eljövünk ide a snapshotokhoz, ugye itt lehet különböző szavazásokat végrehajtani, ki kell majd választani a Stargate Finance-t, ugye amikor itt lesz egy kereső, akkor beírod, hogy Stargate Finance, jelenleg ugye ez az elérhető szavazás, nyomjunk rá egy frissítést, Oké. Okay. Erre az, hogy ugye az OFT token, a Layer Zero-nak az OFT tokenjében legyen -e listázva a nem tudom akármelyik Stargate Finance-en. Igen, ugye erről fogunk itt szavazni. yes -zel. Lehet, hogy még nincs meg a Voting Power-öm, mert ugye még nem kaptam meg azt a disztribúciót. Ahogy megkapom, ez szerintem már holnapra meg lesz, akkor Confirm rányomok és szavaztam. Egyébként itt meg látjátok hozzá van adva a CryptoMinds, úgyhogy itt a profilba mindenképpen adjatok hozzá saját profilt, az is pontozódik. Úgyhogy, ha visszanézünk, visszatérünk ide, akkor végigmentünk az összes feladaton, használtunk három bridget, használtuk a Stargate Finance-et, ahol használtuk a bridget, swapoltunk, tettünk a poolba, a liquidity poolba, és ugye vettünk STG tokent, azt tettük, a, a, azt tettük ugye bele a, a stakingbe, és igen, betettük a stakingbe, és a snapshoton pedig szavazunk vele, úgyhogy hozzáadtuk a, a, profilunkat, ezzel megtörtént az összes feladat. Azt mondom, hogy ezzel, hogyha több címen elvégzed, akkor ténylegesen több ezer dollár ütheti a markodat. Persze erre garancia nincsen, de érdemes ezeket elvégezni, mert rászánsz 20-30 percet, akkor már képbe leszel. Ami fontos, hogyha nem vagy tisztában még a valetekkel, akkor a legjobb, amit tehetsz, hogy jössz a CryptoMinds tanfolyamokra, vagy a pluszt, vagy a prokat vedd meg, mert abban vannak ezek benne, és látjátok, itt van az összes centralizált tőzsde, és az összes valet, a széppántól kezdve egyéb valetek, és itt meg tudod tanulni, hogy hogyan adsz hozzá hálózatokat, és hogyan kezeled ezeket a valeteket, és a biztonsági beállításokat, hogyan teszed meg, hogy ne lopják el a kriptodat, illetve mi az, amit nem szabad csinálni, nehogy ellopják amit ugye említettem, tanfolyamok fül itt oldalt, webiroda, tanfolyamok fül, kriptomájc itt találod meg, bankkártyával tudod kifizetni, később lesz kriptóvas fizetés is, valószínűleg jelenleg bankkártyával tudod megvenni, értem értemszerűen itt neked szerintem az lesz, hogy kosárba teszem, vagy kosárba, úgyhogy haladó full, 10% cashback tokenben, kriptóban, pro fullnál 17% cashback, Kriptoba, ami egyébként, ha beteszed egy farmra, amit megírok majd neked e, -e hogy melyik farmra érdemes, jó eséllyel egy év alatt vissza fogja hozni akár ezt a 447 eurót is, mert, öt, mert ugye majdnem 50 dollár, hát több mint 50 dollár, 10, 80, több mint 80 dollár értében kapott szerintem itt meg. Oké, okay. jó, akkor ennyi volt így. Röviden végigmentünk minden feladaton, találkozunk a következő videóban, illetve ugye várunk szeretettel a Twitteren, hogy a Patreonon a CryptoMinds Proban fogod megtalálni az összes eldopnak a lépésről lépésre, hova kattintsál, mit csinálunk, pontos ö, ö, instrukcióit, illetve ugye egyéb hasznos tartalmakat a trade elemzésekig, és ö, staking és egyéb dolgokig, valamint a grátis webinár december 15-én egy nagy-nagy buli lesz, nagyon fogjuk élvezni, és ö, ugye ezt zoomon tartjuk, lehet kérdezni, itt is fogunk ö, sorsolni, 50 dollár lesz kisorsolva, amit a szerencsés nyertes fog megkapni, illetve még lehet, hogy más karácsonyi ajándékokat is kitalálunk. Örülök, hogy itt voltál, fantasztikus napot, további sikeres hetet! Szia!